A Magyar Kanizsai Képviselőtestület ülésen napirenden szerepelt a községi jogsegélyszolgálat szabályozása, amely meghatározta azt, hogy mely tételek lesznek ingyenesek és fizetősek a jövőben. Mezőgazdasági program egy nagyon fontos napirendi pont volt, ugyanis szabályozva lettek a földesutak elszántására vonatkozó törvények, módosítások és a nomád legeltetésre és az ezekből származó károkra vonatkozó törvénymódosítások, és úgy gondolom, hogy a jövőben sokkal hatékonyabban tudjuk a mezőrök által ezeket a károkat úgymond valamilyen módon kordába tartani, vagy esetleg teljesen megszüntetni. A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. Üzletviteli programmódosításáról is szó volt. Ebben a legnagyobb változás az előző évekhez képest a működési költségek emelkedése. A Magyar Kanizsa részéről kapitális beruházásra nem láttunk előtételt, ugyanis ezt a kötelezettségét Kanizsa törlesztette, ezért nem szerepel összeg. És szeretném kihangsúlyozni, hogy a többi önkormányzatban ellentétben Magyar Kanizsa az, aki mindig időben törleszti minden kötelezettségét a szerződésbe foglaltak szerint. A képviselők elfogadták a Kommunálac kommunális szolgáltató közvállalat 2018-as üzletviteli programjának módosítását, továbbá jóvá hagyták a vállalat kollektív szerződését.